Szent Márton története. Valamikor réges-régen élt egyszer egy kisfiú, akit úgy hívtak Márton. Márton édesapja katona volt. Amikor a kisfiú nagyobbaska lett, ő is szeretett volna katona lenni, és jelentkezett a római hadseregbe. Sisakban, páncélban, lóháton ülve kardozott bátran a csatárban. Bátorsága mellett jó szívés volt, ezért katonatársai megszerették őt. Egy napon egy város felé lovagoltak, és az út szélén egyszer csak meglátott egy koldust. Hideg volt, de a szegény koldus alig volt valamivel, reszketett, fázott, amikor megszólította Mártont. Segíts rajtam, megvesz az Isten hidege! Márton tanakodni kezdett, mit is adhatnának a szegény emberek, mert saját ruháján kívül nem volt nála semmi más. Hirtelen levette köntösét, kardjával ketté vágta, és az egyik felét a didergő koldusra terítette. Később, amikor Márton lefeküdt aludni, különöset álmodott. A Jézus látta, és a vállán az a fél köpenyeg volt, amit ő adott a koldusnak. Márton nem sokára adhatta a hadsereg, és pap lett belőle. Nagyon szeretik mindenütt, mert jóságos volt, és mindenkinek segíteni próbált. Az emberek hamarosan meg akarták választani püspöknek. Márton nem akart püspök lenni, aki díszes palotában lakik és szolgák veszik körül, ő ezután is egyszerű életet akart élni. Ezért elbújt az emberek elől, hogy ne találják meg. Képzeljétek, milyen jó búvahelyet talált? A libák közé bújt el az olban. Érdekes. De a libák nem maradtak csöndben, hangosan gágogtak, és gágosságukkal elegültek Márton búvahelyét. Így az emberek megtalálták, és mégiscsak püspök lett belőle. Ezután is ugyanolyan jóságos és szegény maradt, mint előtte. Nagyon sokat segített a szegényeknek, és az emberek egész életében nagyon szerették őt.